Karolina, első rész. Minden jó kicsiben kezdődik. Az iskola nővérek anyaházában élt egy idős francia Notre-Dame nővér, Sir Walburg, aki már nem látott, és a novíciák olvastak fel neki. Sokat mesélt a régi időkről és Terézia anyáról, akit kislánykora óta ismert. Ha Terézia anyáról mesélek, ott kell kezdenem, hogy hogyan kerültem francia létemre Stadtamhofba. Amikor hazánkban kitört a forradalom, évekig rettegésben éltünk. Sok szerzetesnőt kivégeztek. Ott kellett hagynunk a kolostort, az iskolát, a várost, sőt az országot is. A Bajor Királyság felé vettük utunkat, ahol már létesült néhány Notre-Dame rendház a megelőző évtizedekben. Útközben alapítóinkhoz, Fourier Szent Péter atyához és Leclerc Alix anyánkhoz imádkoztunk, hogy vezéreljenek bennünket, és óvjanak meg minden rossztól. Sokat nélkülöztünk, de egyszer sem kellett fedél nélkül éjszakáznunk, mert akármerre jártunk, mindenütt együtt éreztek velünk az emberek, akár franciák, akár németek. Nagy fájdalom volt a szívünk mélyén, mégis abban reménykedtünk, hogyha Isten megengedte, hogy ekkora csapás érjen bennünket, akkor terve van velünk Bajorföldön. Ez a gondolat tartotta bennünk a lelket. Végre megérkeztünk nővéreinkhez Stadtamhof városába, amely a Duna partján fekszik, szemben a híres Regensburggal. Honvágyamra a munka volt orvosság. Az imádság, a közösség, a szép környezet, az iskolások kedvessége megvigasztaltak. Stadtamhof az otthonommá vált, és ragaszkodtam hozzá. Megtaláltam a békémet. Hozzánk egészen közel lakott Terézia anya, vagyis a kis Karolina. Édesanyja, Franciska, picikora óta megtanította neki, hogy gondoskodni kell a szegényekről. Süteményeket készítettek,
és a kertben szedett almákkal együtt bevitték a Szent Katalin kórházba a szegény betegeknek. A kis Karolina gyermekkorának legszebb hónapjai voltak azok, amikor várakozott kis testvére születésére. Mindenképpen kisöcsre vágyott, gyakran álmodott is róla. Fantáziáját teljesen lekötötte a jövő. És valóban fiú lett a kis testvér, Ignácius Gerhardinger. Az újdonsült nővérke nem mozdult mellőle, szinte édesanyjával együtt élte át az anyaság örömeit. Négy hónap múlva a kisfiú beteg lett, és egyik éjszaka lelke elröpült az angyalok közé. Karolina összetört. Először megbetegedett, egy hétig nem bírt fölkelni, majd pedig, amikor meggyógyult, egészen megkomolyodott, befelé fordult. Szülei aggódtak érte. Szinte gyászuknál is nagyobb volt a bánatuk, életben maradt leánykájuk állapota miatt. Mégis mindvégig megőrizték bizalmukat Karolina akaraterejében. Tudták, hogy olyan fajta kislány, aki mellett a háttérben ott kell állniuk, és alkalmas időben kezüket nyújtani neki, ám engedni kell, hogy hadd küzdjön meg egyedül a megpróbáltatásokkal. Tudták, hogy Karolina szívében akkora életszeretet lakik, hogy győzni fog lelkében, a sötétség felett a világosság. Szeptembertől iskolás korba lépett. Főnöknőnk biztatására szülei elhozták az Árda iskolába egy kis ismerkedésre. Ezen a napon ismét életre kelt a tudásvágyó, mindennek örülni tudó Karolina. A nővérek a portán egész kivételesen betették a csomagok bevitelére szolgáló forgóba, és behozták a klauzurába, a háznak abban a részébe, ahová csak a nővérek léphettek be. Bámulatos volt, ahogy rögtön otthon érezte magát. Én mutattam meg neki a szentképeket, a közös ebédlőt, a kolostorkertet. Karolina szinte itta az új élményeket. Elkezdődött életre szóló lelki barátságunk. Amikor imádkoztam vele a kerti madonnánál, láttam, hogy korához képest igen mély kapcsolatban van Istennel. Kiderült,
hogy édesanyjával minden nap már hajnalban felkelnek, és imával kezdik a napot. 40-szer elmondják az Úr imáját különféle szándékokra. Napközben, ha a templom előtt mennek el, mindig betérnek legalább pár percre. Ezt Karolina édesanyja nélkül is gyakran megtette. Csodálkoztak is osztálytársai, hogy miért megy be a templomba, ha nincs is szentmise. Karolinának édesapjával is rendkívül szoros kapcsolata volt. Willibald Gerhardinger úrnak a Duna volt a munkahelye. Hajózási vállalkozást tartott fenn, és napokat töltött a parton, ahol a szállítmányokat útnak indította, vagy fogadta, máskor pedig maga útnak indult, és rövidebb-hosszabb utakon elkormányozta a hajót. Ilyenkor hazafelé menet biztos lehetett benne, hogy kislánya rajongó szeretettel fut eléje. Karolina egyetlen alkalmat sem hagyott ki, hogy elsőként hallgathassa meg édesapja úti beszámolóit. Willibald úr persze sosem érkezett üres kézzel. Hol egy zseppésűt hozott szallagokkal Passauból, hol egy mézes kalácsot Linzből, vagy egy babát Bécsből. Az iskolában Karolina kis barátnőre lelt. Anna Hotz szinte többet tartózkodott a Gerhardinger családnál, mint otthon. Kacajuk betöltötte a házat. A kút, ami körül sokszor játszadoztak, mind a mai napig őrzi barátságuk emlékét. Karolina tehetséges, okos és bájos kislány volt, érettebb, mint társai, és ezt mi tekintetbe vettük a nevelésében. Az iskolában áttettük a 2 évvel idősebbek közé, és hamarabb engedtük első áldozásra is. Kivételesen a mi kápolnánkban történt a szent esemény. Karolina ekkor kért meg, hogy legyek lelki édesanyja. Számtalan szép és őszinte beszélgetés köt össze bennünket. Mihály Wittmann plébános atya volt a gyóntatója. Ő tanította iskolánkban a hittant. Csodálatos pedagógusnak, kiváló papnak és tudós embernek ismertem meg, akinek gondja volt a gyermekek sorsára, különösen a szegényekére. Karolina céltudatosan, szorgalmasan tanult. Álmokat szövögetett arról, hogy apja hajós vállalkozásában fog dolgozni, és persze sokat fog utazgatni. Szívesen sündörgött édesapja vagy édesanyja körül, ha az üzletembereket fogadták. Keresztapja Szirngébő bácsi volt a leggyakoribb tárgyalófél. Anna Hotzal ugyan még időnként lefröcskölték egymást nosztalgiából, de természetesen már nem a játék tartotta össze őket, hanem a Dunaparti kiadós séták, amikor számtalan közös témát beszéltek meg. Közvetlen, őszinte kapcsolat volt anya és lánya között is. Franciska mama örömmel látta, hogy a nővérek elismerik Karolina képességeit, tanulmányi eredményeit, és még a dolgozatok javításába is belevonják. Valóban ilyen kivételt más tanítványainkkal sosem tettünk.
1809 tavaszán Stadtamhof és Regensburg hadszíntéré változott. Napóleon, miután megverte az osztrák sereget, egy éjszaka gyújtó lövedékekkel árasztotta el a két várost. Így akarta megakadályozni, hogy a menekülő vesztes csapat tovább jusson. Az egész lakosság házába zárkózva rettegett és imádkozott. Ha nem lett volna életveszélyes, kimentem volna az árdából, hogy franciául kiáltsak honfitársainknak, vonuljatok el békével. A Gerhardinger családban egymáshoz bújva imádkozták az üdvözlégy Máriákat. Az apa elindult a padlásra, hogy jobban lássa a tolongást. Lánya bátran utána osont. Az égőházak világánál jól látták odafentről, hogyan sietnek a menekülő osztrákok a hídon, miként omladoznak a kigyulladt házak. Ugyanez év júniusában elérkezett Karolina 12. születésnapja. Ajándékképpen és egyben jutalomként kitűnő végzős bizonyítványáért apja magával vitte Bécsi útjára. Ezzel az utazással kitágult számára a világ, és felébredt benne a vágy, hogy ezentúl minden útjára elkísérje édesapját. A Stephansdomban kerti madonnánk eredetie előtt imádkozott. Kimerülten értek haza, mert útközben bonyodalom történt. Örvény közelébe kerültek, mire az utasok pánikba estek. Míg az apa a tutajt egyensúlyozta, Karolina nyugtatta meg őket, bízzatok apámban, ő megmentiteket. Tisztelendő anya hivatja. Jöjjön kérem gyorsan, már minden nővér ott van. Mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és nem érünket kísérjük. Vannak pillanatok az életemben, amelyekre csak könnyeim homályán át tudok gondolni. Tisztelendő nővérek, szomorú szívvel adom hírül, hogy kolostorunkat és iskolánkat feloszlatja. Micsoda! Én magam kérelmeztem a feloszlatást. De miért? Tudom, hogy ez most kegyetlenül érint benneteket. Ami elől hazánkból menekültünk, itt is utolér bennünket. A veszélyes eszmék itt is elfolytják a kolostori életet. Mi Isten segítségével megtettünk mindent, hogy tevékenységünk áldást hozzon Stadtamhofra, az egész környékre. Meg is becsültek minket, tanítványaink, a szülők, az egész város. Az ő ragaszkodásuknak is köszönhetjük, hogy haladékot kaptunk, és eddig nem került sor a feloszlatásra, holott a környéken már az összes kolostor üres. Most azonban nincs tovább. Nem győzzük a ránk kirót százféle beszolgáltatást, az adókat. Édes Istenem, nem bír fel ne engedj, hogy ismét menekülni kelljen. Egyre csak ezt hajtogattam. Ne engedd, édes Istenem, kérlek, ne engedd, hogy menekülni kelljen. El kell hagynunk a házat. Lefoglalják
elfogadták a berendezést. Mindenkinek önálló életet kell kezdenie. De nővérek, bízzatok a mindenható Istenben, aki népével volt Egyiptomban, népével volt Babilonban, nem feledkezik meg rólunk sem, akik földön futókká váltunk egy idegen országban, ahol mindnyájan gyökértelenek vagyunk. Bízzuk az Úrra magunkat. Kérjük a Notre Dame-rend Szent Pártfogónak közbenjárását. Mi asszonyunk Szűz Mária, könyörög érettünk. Szent Ágoston atyánk, könyörög érettünk. Furié Szent Péter atyánk, könyörög érettünk. Leclerc Alix anyánk, könyörög érettünk. Urunk, a Te szent akaratodra bízzuk magunkat, és a Notre Dame-rend szent küldetését. Ha úgy akarod, egykor ismét visszatérhetünk Stadtamhofi iskolánkba. De ha az az akaratod, hogy kisebbedjünk, legalább add meg, hogy valahol, valamikor, mások által ismét elindulhasson a növekedés. Elfogadjuk, ha Keresztelő János útját szánod nekünk. Ki utánunk jön, nagyobb nálunk, a Te dicsőségedre és a leánynevelés javára. Amen. Utolsó szentmisénkre eljött a két végzős barátnő, Karolina és Annácska. Velünk volt jelöltünk és egykori tanítványunk, Anna Praun is. Az ő komolyságukat figyelve felderengett bennem a remény, hogy munkánk talán mégsem volt hiába való. Hogyan kell búcsút venni egy helytől, ami hozzá tartozik, ahová ezentúl csak idegenként térhetsz vissza? Pedig mindent ismersz, a kövezet csorba kockájától, a fatörzs bücskein át, az ajtók zsanérjának hangjáig. Mint szárnyaszegett madarak, oly elveszettek voltunk a klauzura védettségéből kilépve. Az én Karolinám értem jött, és átkísért a kőhídon Regensburgba, ahol egy bérelt padlásszoba lett új otthonom. Újabb nehéz nap következett. Árverezték zárdánk berendezését. Nem tudtam ellenállni, és oda mentem. Hadd fájjon még sajgóban a sem. Meglepetésemre az egybegyűltek, mint tanítványaink családjaiból kerültek ki. Megmentették szemképeinket, személyes tárgyainkat az illetéktelen kezektől.
Amikor konyhai eszközeimre került sor, szinte megállt a levegő. Éreztem az engem körülvevő részvétet. Végül ingyen odaadták az egészet. Istenem, Istenem, nem hagytál el engem. Padlásszobám sötétjét bevilágították Karolina gyakori látogatásai. Tudod, mennyit gondolkoztam azon, hogy mi lesz a gyermekekkel? Wittmann atya is ezen töprengett, mikor az utolsó misénk után ott maradt imádkozni. Ifjú korában, mikor Ambergben a jezsuitáknál tanult, átélte, hogy mit jelent egy diáknak, ha szeretett tanárait egyik napról a másikra szélnek ereszti. Most aggódott a gyermekekért, akiket többé nem fogadnak az osztályteremben a noszulám nővérek, de mások sem. Teljesen megszűnik az iskola, és a szülők nem tudják majd őket távolabbi iskolákba járatni. Bármi áron meg kell akadályozni, hogy a gyermekek elkalódjanak. De honnan hozzon a nővérek helyett tanítónőket, akik ráadásul a nővérek szellemében nevelnek, és honnan teremtsen elő nekik fizetést. Hirtelen eszébe jutott egy kirándulás, amikor 2 évvel ezelőtt a kicsiket elvitte a hegyekbe, és mivel a nővérek nem hagyhatták el a klauzúrát, 3 nagyobb lányka volt a segítő. Merre fújtatok? Karolina, Anna, Annácska. De hiszen ez a 3 nagylány volt ott a nővérek utolsó miséjén. Karolina Gerhardinger. Anna Hotz. És Anna Braun, aki már jelölt is volt. Az úr megüzente Wittmann atyának a megoldást. Hívja meg 3 nagylány tanítónőnek, és velük folytassa a Notre-Dame iskolát. Először a Gerhardinger családhoz ment. Bár Karolina újabb hajó útra szeretett volna menni édesapjával, mégis igent mondott. Anna Braun a bátyjánál lakott, és mióta el kellett hagynia a jelöltséget, nem tudta, hogy mit évő legyen. Most szívesen mondott igent. Karolinát jól ismerte, többször vigyázott rá, amikor kicsi volt.
végül Wittmann atya felkereste a Hotz családot. Amikor Annácska megtudta, hogy barátnőjével együtt iskolában taníthat, szinte ugrált örömében. Wittmann atya pedig boldogan adott hálát a Szent Mang templomban, és elkezdte tervezgetni az új iskola életét. Megkezdődött az órákra készülés, vázlatkészítés ideje. A három lány nagyon komolyan vette a feladatot. Majd pedig becsengettek, és megkezdődött az első tanítási óra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kérünk szépen oktatást! Wittmann atya és káplánja mindenben támogatta őket. Karolina többször eljött hozzám is tanácsért. Három év múlva még mindig hősiesen és lendülettel végezték munkájukat. Egyik reggel Karolina épp úgy indult el az iskolába, mint mindig, felkészülten, tetvágyjal, frissen és csinosan. Közben otthon is folyt az üzleti élet, mint mindig. Költségvetések ellenőrzése, megrendelések, szerződések készítése, számlák áttekintése Cirngéből bácsival. Mégis kitüntetett nap volt ez, mert a 15 éves Karolina és a két másik tanító kisasszony állami bizottság előtt sikeresen tartotta meg óráit, és ezzel tanítói képesítést szereztek. Ezután már mint királyi tanítónők taníthattak tovább. Ám úgy tűnt, hogy hiába volt minden erőfeszítésük, a város lefoglalta a volt Notre Dame zárda iskolát, hogy bérbe adhassa kaszárnyának. Karolina csüggetten ment Wittmann atyához, hogy bejelentse, mégis beáll apja üzleti vállalkozásába. Ekkor azonban megállította két kis tanítványa, akik megkérték Karolinát, találjon ki valami ügyes megoldást. Nem baj, ha nem az iskolában lesz a tanítás. Amíg jó az idő, akár a réten is lehetnének az órák. Karolina megköszönte a két kis rajongó tanácsát, és egyelőre elhalasztotta a találkozást Wittmann atyával. Inkább csak imádkozni tért be a templom csendjébe. Vége az első résznek.